Budakeszin 2017. augusztus 19-én a családi napon 13. alkalommal osztották ki a Virágos Budakeszír díjakat. Kedves Éva, engedje meg, hogy a Buda környéki televízió nevébe először is gratuláljak ehhez a díjhoz. Bizonyára sok munkát igényel ez a virág ültetés, gondozás, ápolás. Hát állandó locsolást főleg. Az a legfontosabb, nagyon sok vizet ellocsoltunk, mert nagy meleg van, és mindenki szárad. Tavasszal vannak tulipánok, nárciszok, sok mindenféle virág van a kertben. Csak azért, mert mi így szeretjük. Van segítség? Hát a férjem azért szokott segíteni, persze. Az idén nagyon sokat kellett locsolni a nagy meleg miatt. Igen, igen, rengeteg vizet ellocsoltunk, de fogjuk az esővizet hordókba, úgyhogy azért egy kicsit spórolósak vagyunk. Hát igyekszünk, hogy szép legyen. Nem csak maga a sok virág a lényeg, hanem az, hogy a környezet is, a járda meg van csinálva. Hát az a férjemnek az érdeme, mert hogy mellette van egy kis virág is, hát de ott végig a viakolorozást, meg mindent azt ők csinálták. A fiam, a fiaim, két fiam van, meg a férjem. Hát és a kaput is, hát látta, hogy szép faragott kapu van, tehát az minden. Nem a virág a legfontosabb, mert nehéz életben tartani a virágokat már ilyen 35-40 fokba. Az már éppen csak, hogy valami. Tavasszal a legszebb, ilyenkor már nem annyira szép. Mióta laknak Budakeszin? 10 éve lakunk itt. Úgyhogy a 12. kerületben laktunk a Szabadsághegyen. Ott is mindig virágos környezetben voltunk, sőt, sok-sok virágot onnan hoztunk. Mikor elköltöztünk el a saját kertünkből, úgy hoztuk ide mindenféle virágot. Gondolom vannak látogatók, rokonok, barátok, szomszédok, akik megnézik és csodálják a kertet. Igen, igen, messziről. Tolcsvai lány vagyok, és éppen most volt egy ilyen kisebb találkozó, és hát nekik is van kertjük, és nekik is vannak szép virágaik, de azt mondták, hogy azért ez sokkal szebb. Ott volt a családi napon? Sajnos nem. Valaki más vette akkor át a... Igen, a menyem vette át, a Kinga vette át a díjat. Ezt a díjat a Budakeszi Város Önkormányzatának a képviselőtestülete alapította, abból a célból, hogy a lakosok, akik egyébként sokszor fontosnak tartják, de akik nem annyira fontosnak tartják, azok is egy kicsit virágosítsák a környezetüket, és foglalkozzanak a lakókörnyezetük szépítésével. Így arra a 10 lakosnak a díjazására kerül most sor, aki úgy tűnik, hogy az idei évben talán a legtöbbet foglalkozott a kertjének és a lakókörnyezetének a szépítgetésével. Úgyhogy nekik nagyon sok szívből és gratulálunk. Zsikla Mihályné, aki sajnos most nem tudott eljönni, de eljutatjuk számára is a díjakat. A díjazottak egy budakeszi kertészeti cégtől 10 000 forintos vásárlási utalványt is kaptak. Láttam, hogy már ki is van rakva a kapura. Igen, ha férjem a büszke rá, hát azért mondom, hogy nem csak az én munkám, hanem sajnos, hát örömmel mondhatom, hogy ő is mindenben részt vett.